rendszerint a kezdőben találja magát. Korábban Cserekét segített nagyon sokat. Osváth labda szerzése után akkor még helyzet is lehet. Négyen érkeznek középen a zöldmezesek közül. Osváth laposan, és ott is van a vezető gól. De lehet, hogy ez öngól volt. Na, egy mindjárt itt a visszajátszás alapján meg fogjuk tudni mondani. Hálott bemutatja, hogy hova kér, és valóban ez Jagodics öngólja. Pekkes mozdulat. Egy nulla tehát a Paksnak.